sárgába töltsed be kéne egy pár centiméterre a sipolás végéig. Alkoholt nem fogyasztott, viszont a megengedett 50 km/h sebességnél gyorsabban hajtott ez a sofőr. Egy innen néhány száz méterre parkoló rendőrautóból mérte be egy másik járőrt, ő szólt a kollégájának, hogy állítsák meg. Több mint 150-nel ment ez a sofőr, 90 ezer forintos bírságot kapott. Az országos Speed Marathon nevű közlekedésbiztonsági akció során a rendőrség 24 órán keresztül folyamatosan több mint 1500 trafipaxsal vadászik a gyorshajtókra. Tolna megyében több mint 50 helyszínen mérik az autósok sebességét. A mobil készülékekből van 6 darab, ami egy nem sebességi mérő műszer, ez egy komplex közlekedési ellenőrzési pontnak tekinthető, hiszen rengeteg funkció van még ezen kívül, ez csak egy szelete, illetve van egy fáma lézer, ami kimondottan egyébként a mozgás közbeni szabálysértések, gyorshajtás, előzni tilos szabálynak be nem tartása, stb. Miatt van üzemben. Az autósok is tehettek javaslatokat, hogy hol mérjenek a rendőrök. Tolna megyéből 24 ilyen javaslat érkezett. A megyei rendőrfőkapitányság osztályvezetője azt mondja, az idei év baleseti statisztikái eddig kifejezetten jól alakulnak. A halálos balesetek száma az 67%-kal csökkent, a súlyos sérülés balesetek száma 24%-kal csökkent, a könnyű sérülés balesetek száma emelkedett egyébként 27%-kal, de azt gondolom, hogy a csökkenésből ugye átfordult, tehát magas struktúrájára változott meg a sérülések fokának. A Speed Marathon eredményeit csütörtökön összegzi a rendőrség, de a korábbi évek tapasztalatai alapján ilyenkor több ezer bírságot szoktak kiszabni.